Köszöntöm nézőinket! Önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Széles szakmai kínálat a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Egyre többen választják a napi jegyes horgászatot Tolna megyében. 2 év kihagyás után rendeztek újra borversenyt. 3 napon át ünnepelt Bogyiszló a falunapon. Egyre gyakoribb a bőrrákos megbetegedések száma. Széles szakmai oktatási kínálattal várják a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézmények az érettségivel rendelkezők jelentkezését. A következő percekben Nagy Imre, a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola igazgatója számol be arról, hogy milyen lehetőségek várják az oda jelentkezőket. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve szakképesítés megszerzésének lehetőségét. A felnőttek oktatása terén a megújult szakképzési rendszerben jó lehetőségek nyílnak azok előtt, akik tovább vagy átképeznék magukat, esetleg egyszerűen csak több lábon szeretnének állni. Szekszárdon a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum 4 szakterületet kínál a jelentkezőknek. Érettségével rendelkezőket várjuk szeretettel még képzéseinkre, ezekre még van hely bőven, úgyhogy tulajdonképpen ahányan jelentkeznek, annyi főt el is tudunk helyezni. Ez azt jelenti, hogy aki érettségit szerez mondjuk ebben a tanévben, vagy korábban rendelkezett érettségivel, és nem tölti még be a 25. életévét, mire végez a tanulmányaival, akkor nappali képzésben tud nálunk szakmát tanulni, technikus osztályban. Ez azt jelenti, hogy 4 féléből válogathat. Ez úgy néz ki ez a képzés, hogy 2 évet jár hozzánk összesen, ez csak tisztán szakmai képzés, és ez alatt a 2 év alatt, ez úgy épül fel a 2 év, hogy fél év alatt ágazati alapoktatásban részesül, ahol a turizmus vendéglátás 4 területével ismerkedik, itt az iskolában, például ebben a tanműhelyben majd, és utána egy ágazati alapvizsgát tesz fél évkor, és utána másfél évre pedig duális képzésbe kikerül vállalkozóhoz a tanuló, és akkor hetente visszajár hozzánk bizonyos szakmai órákra. Legyen az tantermi vagy tanműhelyi, a lényeg az, hogy a vizsgára közösen készítjük fel a duális partnerrel a tanulót. A diákoknak a fél év után is van lehetőségük eldönteni, hogy melyik szakterület számukra a legmegfelelőbb. A szakoktatók is tudják irányítani, hát ugye, hogy éppen melyikhez van nagyobb affinitása. Ami közül választhat, az a turisztika. A turisztikából 2 szakmairány van, az egyik az idegenvezető, másik a turisztikai szervező. Aztán van még 3 másik technikus képzésünk. Az egyik a szakács szaktechnikus, a cukrász szaktechnikus, illetve a vendégtéri szaktechnikus. Szintén ugyanaz jellemzi ezt a képzést, hogy fél évig tulajdonképpen mind a 4 területtel ismerkednek, mind a 4 területre bejárnak, és ebből egy vizsgát tesznek. És az a vizsga egyébként majd beszámít a végső szakmai vizsgájukba is. Jelenleg 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése ingyenes, amennyiben a tanulmányokat szakképző intézményben folytatják. Az oktatásba való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Igazából nem lehet különben különbséget tenni. Változó, évfolyamonként változó, hogy melyik évfolyamban hányan választják. Ugye ezt a képzést, ezt a technikus képzést ugye 3 féle módon, vagy 3 típusban, vagy nem tudom, 3 csomagban ajánljuk. Ugye. Az egyik ugye ez a szokásos nappal is 5 éves képzés. Ott most van egy osztályunk, akik közül a turisztikát, aztán tehát a turisztikát részesítették előnybe, amikor jelentkeztek hozzánk, és amikor most már a 2. évet végzik ugye az ágazati alapoktatásban, most érdekes módon a többi szakmát és szakmai iránt is érdeklődnek, tehát elég vegyesen fognak majd a továbbiakban majd duális partnerhez kikerülni, olyan nagyjából egyforma arányban. Az érettségi utániakat legtöbbször a turisztika érdekli, de ott is a vendégtéri szaktechnikus az nagyon népszerű, mert ugye a
egy egész vendéglátóhelynek a vezetését, irányítását rá lehet bízni majd erre a szakember, hiszen olyan gazdasági és egyéb tárgyakat tanulnak, ami feljogosítja arra, hogy egy, mondjuk egy éttermet vezessen, vagy a cukrászaktechnikus egy egész cukrászdát ugye tud vinni, nem kell ahhoz egy külön üzletvezető embert felvenni. Vagy éppen vannak már olyan tanulók, akik már mondjuk elég érettek ahhoz, hogy saját vállalkozásba gondolkozzanak. Lehet, hogy nem rövid, de hosszú távú tervük az biztos az, és már előre gondolkodnak, hogy milyen szakmát kellene ahhoz megszerezniük. Az ágazati alapvizsga mind a 4 terület alapja, tehát ha valaki elvégez egy szakmát és utána szeretne egy újabbat, abban az esetben már csak a szakirányú oktatásban kell részt vennie. Felnőttben ez úgy néz ki, mivel ott lerövidíthető ugye a képzési idő, hogy egy év alatt tud egy újabb szakmát megszerezni. Tehát, hogyha valaki hozzánk jön érettségi után, mondok egy példát, érettségi után hozzánk jön, és vendégtéri szaktechnikust megszerzi 2 év alatt, akkor utána felnőtt oktatásba visszairatkozhat hozzánk, és választhat egy újabb szakmát. Népszerű ilyenkor a cukrász szaktechnikus egyébként, hogy akkor legyen egy vendéglátóhelyen, akkor mindkét területből mondjuk végzettsége és rálátása, és egy év alatt szerez egy második szakmát. 2 szakma és egy szakképesítés mindenkinek ingyenes. Az elmúlt időszakban zajlott haltelepítéseknek is köszönhető, hogy egyre több horgász keresi fel Tolna megye vízterületeit. Többek között népszerű helyszín a szálkai víztározó. Egyre felkapottabb a napjegyes horgászat Tolna megyében. A területjegyek értékesítési száma azonban nagyban függ az időjárástól is, hiszen szeles és esős napokon kevesebben merészkednek ki a vízpartra. Közkedvelt helyé vált a szálkai víztározó, ahol az elmúlt időszakban haltelepítés zajlott. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, a jegyek és a halak kirósára emelkedett az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sportág. Az idei volt az első év, amikor a teljes állami horgászjegy mennyisége a rendelkezésünkre állt. Ugye ez a horgászok kiszolgálása szempontjából egy pozitív előrelépés volt. Ugyanis a horgász, amikor úgy szerette, vagy azt tervezte, hogy most akkor elmegyek állami horgászokmány területi egyet vásárolni, akkor volt lehetősége, és meg tudta venni. Az idejében egy nagy haláremelkedés történt, ugye a tavaly őszi 850 forint plusz áfás piaci pontjár, az idei tavaszra 1001, majd a mai napra 1200 forint plusz áfa összegbe kerül. Emellett az áremelkedés mellett még az is problémát okoz, hogy a tavalyi évnek az időjárási viszontagságai miatt nem sikerült haltermelőnek akkora mennyiséget megtermelniük, mint amit a piac elbírna, vagy amit igényelne. Ez alapján konkrétan mi is, a Megyei Horgász Szövetség is a tervezett tavaszi telepítési hal mennyiségnek csak egy részét tudtuk megvalósítani. Terveink szerint a 2 nyaras pontból terveznek a nyár folyamán június végére, július elejére olyan mennyiséget és méretet előállítani a haltermelők, amit már piaci pontként ki fogunk tudni helyezni a vízterületekbe. A féléves jegyrendszer nagy előnye, hogy a horgász nincs elkötelezve semmi mellett. Ha fél év után is kedvező az időjárás és megfelelőnek találja a telepített halmennyiséget, ráért csak akkor kiváltani a következő időszak engedélyét. Az utóbbi években a szálkai víztározóba a telepített hal mennyiségen látszik, hogy a horgászok által ismét egyre kedveltebb vízterület lett. Ugye ez hozzáadódik az is, hogy a halőrzése, mely sikerült egy igen komoly szintet lépnünk. Ugye a rendőrségi szervekkel, a hatósággal, az állami halőri szolgálattal nagyon-nagyon jó kapcsolatunk, és velük közösen tevékenykedve komoly előrelépéseket értünk el a halőrzés terén, ami ugye a szálkai víztározón is látszik, ugyanis egyre több horgász kedvelte meg. Több horgásztársunk is tudja, főleg aki évek óta kesőüsi holcsióra jár, hogy sajnos az utóbbi években ott problémát jelent a békalencse. Most az idejében talán annyira szerencsés helyzetben vagyunk, bár ne kiabáljuk el, és azért még sok vissza van a nyárból,
hogy ahhoz képest, hogy tavaly előtt ebben az időszakban már összefüggő békalencse borította a vizet, jelenleg minimálisan a kicsit a szélében látható, hogy valamennyi feljött. Bízunk benne, hogy ez az idejében nem fog problémát okozni, illetve a szákai víztározón küzdünk éppen a hinárral, ami az a 30-40 centi, ami hiányzik a vízterületben, ugye hamarabb melegedett a víz. Ez a hinárnak kedvezett, most éppen azon tevékenykedünk, hogy miként tudjuk azt onnan kivenni. Tehát két lehetőségünk van. Az egyik az az, hogy bélünk egy hinárvágó gépet, és azzal kiszedjük, amit tudunk, csak ugye ők se tudnak teljesen a tó aljára lemenni és teljesen felszakítani, hanem tulajdonképpen egy házilag gyártott borona eszközzel próbáljuk megoldani a dolgot, amit csónakkal magunk után húzva elvileg nagy részét fel tudja majd szaggatni, illetve mi, hogy kicsit felzavarja a vizet, ugye az a hinának nem teszi ott, és ez alapján bízunk benne, hogy valamennyire megoldja a problémánkat. Az utánpótlás nevelésben nagy kihívást okoz, hogy a serdülő korosztály nem mutat kellő érdeklődést a sportág iránt. A megyei szövetség vizeit nagyjából úgy gondolom mindenki ismeri, a halfauna igen változatos, de hogyha nézzük egyesületi vizeket is, azért azt tapasztaljuk, így mint megyei szövetség, hogy egyre halassabbak, egyre közkedveltebbek a horgászok között, és a horgászok nagy részén az is látszik, hogy nem feltétlenül ragaszkodnak egy vízterülethez, hanem szeretnek újat kipróbálni, így igen sok helyre látogatnak a megyén belül. Az utóbbi időben látunk, és némileg problémát is okoz, hogy az utánpótlás neveléssel rettenetesen küzdünk. Tehát az ami több sportágban is megtalálható, hogy ez a 12-14 éves korukig a gyerekekkel úgy, ahogy lehet foglalkozni, majd utána, amikor jön a serdülőkor, akkor kicsit a hölgyek, vagy a hölgyek részére a fiúk, illetve az informatika világa lép előtérbe, akkor van egy szakadás, és tulajdonképpen ilyen 18-20 éves korukba térnek vissza újra a horgászathoz, illetve amit látunk az utóbbi időben, ez az úszószakág igencsak kezd háttérbe szorulni, egyre inkább a féder horgászat irányában mennek el a horgászok. Ugye ennek megfelelően hosszú elők és metód féder megyei bajnokságot is szervezünk. Tavalyi év volt az első év, nagyon sikeres volt, idén folytatjuk, ez a freestyleres csapatbajnokság, ahol ugye három fő, és akkor hosszú elők és metód féder módszer bármelyik játszhat, a lényeg ki tud több halat fogni. Emellett a veterán bajnokságunk, utánpótlás bajnokság, úszós egyéni, úszós csapatbajnokság, tehát lehetne sorolni, rengetegféle verseny van. Én azt gondolom, hogy aki egy kicsit is érez magában, az igenis látogasson el, jöjjön el, és nagyon jó hangulatban zajlanak a versenyek, én azt gondolom, hogy mindenki jól érezné magát. Fontos szem előtt tartani, hogy a hal is egy élő lény, és meg kell tanulni bánni vele. Ahogy az élővilágra, úgy a környezetre is figyelni kell. Senki ne hagyja szemetét a vízparton vagy annak közelében. Nem csak a közérzetre, hanem a bőrre is különösen veszélyes a kánikula. Ugyanis a magas UVB sugárzás fokozza a rossz indulatú bőrdaganatok és az anyajegyek daganatának kialakulását. Az utóbbi években hazánkban kétszeresére nőtt a melanómában szenvedők száma. A bőrgyógyász azt mondja, elmaradhatatlan a mindennapos fényvédelem. A gyerekkori egyszerű felégés is több százszorosra emelheti a felnőttkori bőrráknak a veszélyét, úgyhogy. Már tavasz utolsó napjaiban is előfordul, hogy közel 30 Celsius fokot mutatnak a hőmérők. Ennek sokan örülnek, szeretnének lebarnulni. Az egyre magasabb UVB sugárzás miatt a szakemberek szerint gyakoribb a melanóma, a bőr rákos megbetegedésének előfordulása. A lényeg az, hogy nem szabad megégni a napon, tehát úgy kell védekezni, hogy ne égjünk meg. Sajnos a naptejeket, napolajokat, fényvédőkrémeket sokan úgy használják, mint hogyha az arra való lenne, hogy jó, bekenjük magunkat, és utána kifeküdjünk a napra. Hát ez roppant helytelen, több okból. Először is nem véd meg teljesen, másrészt semmi értelme nincs akkor az egésznek. Tehát a fénytől védeni kell a bőrt, úgy, hogy ne károsodjon. Az akut bőrkárosodás az a napégés. Mindenki ismeri, jó piros pecsenyére lehet hólyagosra sülni, és sajnos rengeteget beszélünk róla, és mégis minden évben, sőt, minden rendelésen jönnek ilyenkor nyáron, kisgyerektől kezdve az idősekig, hogy nem is gondoltak rá, mert folyt egy kicsit a szél, vagy felhős idő volt, úgyis meg lehet égni, de sokan azt mondják, ők egy szikrát nem napoztak, csak dolgoztak a kiskertbe. Hát ezt a nap nem tudja, hogy most ez nem napozás, tehát ugyanúgy megégeti a bőrt, és ugyanúgy bántja.
az akut napégés akár egyszer alaposan sikerül, vagy ha többször is, nagyon károsítja a bőrt. A szervezet megjegyzi azt egy életre, hogyha ilyen károsodás érte, és változtat a örökítő anyagán a szervezetnek, és bizony rákkeltő hatású. Magyarországon az újonnan diagnosztizált esetek száma évi 3000-re tehető, a melanoma kialakulásában pedig nagy jelentőséget tulajdonítanak a gyerekkori leégésnek. Nagyon sokan nem hiszik el, pláne az idősebbek mondják, hogy egész életükben gyerekkorban napon voltak, látszik is a bőrükön, és jönnek utána a késői károsodások, ami sokszor csak szépséghiba, csak, tehát szeplős, nagy foltok jelennek meg a bőrön. Sokszor látom, aki gyerekkorban vagy később fiatalkorban megégett, hogy hatalmas szeplőfoltok jönnek a háton, kérdezik, hogy honnan tudom. Hát látom, mert a bőr válaszol és megmondja, hogy mi érte. És a rákkeltő hatás, ami viszont nagyon komolyan veendő, és sajnos nem veszik komolyan, nagyon gyakori a bőrrák, a melanómától félnek legjobban, a festékes bőrráktól, attól lehet is, ugyanis az korán ad áttéteket, és ha ki van véve időbe, mondjuk ha időbe úgy, hogy még nincs áttét, akkor gyógyítható, és gyógyul is szépen. De ha nincs kivéve, hanem már áttétek vannak, akkor sokkal nehezebb gyógyítani. Úgy se reménytelen, de sokkal kockázatosabb és kellemetlenebb. A többi bőrrák kevésbé ijesztő, mert avval, ahogy ki van vágva, avval meg van gyógyítva. De sokszor ez az alapsejtes bőrrákra vonatkozik, sokszor van, aki meghallja a rák szót, attól már rosszul van, és halálra rémülésülve bele fog halni, holott egy pici műtéttel szépen ki lehet venni, és azokból nincs baj. Fontos, hogy naponta akár több alkalommal használjunk fényvédőkrémet. Különösen az arcot kell védeni, az arc télen-nyáron ki van téve a napfénynek, és bizony a károsodás az megvan. Ugyanúgy a férfiaknak a kopasz fejbőrét nagyon sokszor látom, nem hordanak sapkát, nem figyelnek rá, kint dolgoznak, vagy tényleg csak nyaralás, és nagyon sokszor megég a fejbőrük, és ilyenkor jön 50-60-70 éves korba foltok, barna, fehér foltok, növedékek jönnek, és gyakran jön rá a bőrrák is a fejbőrre. Ajánlatos nyáron mindenképpen, de télen is, ha süt a nap, fényvédőkenőcsöt kenni, méghozzá bőrtípustól függően. A fehér bőrűeknek érdemes az 50-es vagy 50 pluszos, akinek van egy kis színe vagy kreol, elég a 30-as, de meg lehet égni annak is, akinek már van egy kis alapszíne, tehát a napfény intenzitása az, ami számít, és nagyon komolyan kell venni a déli órákat, tehát az a 10-től 3-ig, hogy lehetőleg ne menjünk napra. Árnyékba is meg lehet égni, tehát ott is célszerű kenni, különösen akinek fehérebb a bőre, árnyék, fél árnyékba is sokan megpirulnak. Dr. Ligeti Judit elmondta, hogy a legfontosabb a megelőzés, illetve az anyajegyek éves bőrgyógyászati szűrése. Tudni kell, hogy a melanoma nem csak anyajegyből alakulhat ki, hanem az éhbőrön most már olyan 70%-ban mondják, hogy az éhbőrön megjelenik egy kis fekete pötty, amit észre kell venni, hogy más, mint a többi. Úgy hívják, hogy rút kiskacsa, kilóg a többi anyajegy közül, máshogy viselkedik, elkezd nőni gyorsabban, hónapok alatt, nem napok alatt ő természetesen, de hónapok alatt észre lehet venni, hogy jelentősen nőtt. A minél sötétebb színű, az is gyanús. Gyanús az, hogyha panaszt okoz, hogyha viszket vagy piros udvar jön körülötte. Tehát gondolni kell rá, de akinek semmi panasza nincs, annak is évente célszerű. Észre kell venni ezeket az új elváltozásokat, vagy ha a meglevő elkezd változni. Tehát egy meglevő régi, vele született, nagyobb anyajegyből is bármikor megjelenhet, hogy egyszer csak elkezd viszketni, növögetni, és az már gyakran bizony egy melanoma. 2 év kihagyás után rendeztek újra borversenyt a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör tagjai. Az idei mustrára 58 minta érkezett. Vegyes fehér 2021-es. Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. A Szent István házban 2 év kihagyás után szervezett újra borversenyt a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör. 2 év itt a pandémia miatt kimaradt. Nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk hirdetni, és 58 minta érkezett a mai borversenyre. Ezt a részleteiben mondom, 11 fehér van, 8 rozé, 1 schiller és 38 vörös.
Volt tehát munkájuk bőven az ítészeknek, akikről nyugodt szívvel kijelenthető, hogy már jól összeszokott csapatként tudtak dolgozni. Az a szlogen, hogy a győztes csapaton ne változtassunk, mi mindenki, minden évben ugyanezeket az embereket kérjük fel, természetesen, ha valakinek olyan jellege elfoglaltsága van, az pótolni kell, de nagy örömünkre szolgál, hogy mindig elfogadják a meghívásunkat, örülnek is, hogy őket kérjük fel, és hát egy nagyon jó együttműködés kapcsolat során mennek a bírálatok. Színvonalas a zsűri, egyik zsűrit vezeti a Móros Ernő, gyakorlatilag hát ezeket az embereket városi szinten meg a borászszársadalomban nem kell bemutatni. A második zsűrit a Ferenc Vili koordinálja, és hát örülünk, hogy egyik bizottságban a borvidéki borversenyen legeredményesebben szerepelt Branner Ferenc is részt vesz a virálatban. Az újvárosi társaskör borversenyén természetesen rangsorolták is a nedüket, de itt nem feltétlenül a minél jobb helyezés volt a cél. A zsűri tagjai ugyanis segítő szándékkal, jó tanácsokkal is ellátták a mintákat leadó termelőket. Színes programokkal várták a szervezők azokat, akik ellátogattak a hétvégén megrendezett bogyiszlói falunapra. Volt motoros találkozó, habparti, koncert, birkafőző verseny és utcabál is. A háromnapos rendezvény érdekessége, hogy egybeesett a testvértelepülési találkozóval. Így 4 delegáció érkezett Székelyföldről, a Vajdaságból és Németországból, hogy a helyiekkel együtt ünnepeljenek. Gyerekkoncert, motoros bemutató, habparti és még számos érdekes és szórakoztató program várta a kicsiket és a nagyokat is a Bogyiszlón megrendezett falunapon. Volt is ok az ünneplésre, hiszen az elmúlt években nem volt lehetőségük megtartani ezt az eseményt, idén viszont a kavalkátos csatlakoztak a község 4 testvértelepülésének a képviselői is. Csernaton község, Háromszék, Erdély, hát ugye a keleti végekről jöttünk, hál' Istennek, hogy hazajöttünk, és mindig is így éreztük az eltelt több mint 30 évben, hogy amikor jövünk anyaországba és testvértelepüléseinkbe, mert hál' Istennek még mindig, amit tartunk és ápolunk, az vagy 7 testvértelepülésünk van anyaországban, amit hát 5 az ilyen, amiatt az intézmény, vagyis a polgármesteri hivatal, a község ápol, aztán van azon kívül egyházi, meg hát ilyen iskolai kapcsolat is, de az, amelyek úgymond az első években, ugye a 90-es évek első éveiben kötődött, ugye az egyik, az Bogyiszló, akikkel akkor felvettük a kapcsolatot, utána hivatalosítottuk a testvértelepülési kapcsolatot ott is, meg itt is, oda is, meg vissza is, és nem csak az, hogy ezt hivatalosítottuk, hanem ami ennél sokkal több és sokkal nagyobb a hozadéka, hogy rengeteg barátság kötődött. Nem az a dolgunk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem az, hogy embereket összehozzunk, és tényleg, hogy az ifjúságnak ezt a lehetőséget megszerezzük, megteremtsük, hogy oda-vissza ez egy élő kapcsolat legyen. Most 8-an jöttünk, ugye ez volt a keret, amit idézőjelben megszabtak, de mi ezzel nem foglalkozunk, mondtam, hogy mert mi úgy utólag jöttünk be, mivel már nyugdíjasak vagyunk, és de persze akkor elég gyakran telefonbeszélgetést váltunk, és mondtam, hogy a kollégáknak, hogy nem számít, ha 10-en megyünk is, mert nekünk biztos van helyünk ott, úgyhogy nem érzek ilyen gondot, úgyhogy fél Bogyiszlót ismerem, úgyhogy nincs ilyen gond, úgyhogy otthon érezzük magunkat. Ebédre gulyásleves főtt az üstökben, este viszont birkapörkölt főzőversenyre nevezhettek be a vállalkozó kedvű lakosok. Hát ebbe a bográcsba sertésgulyás készült olyan 150 főre. A disznónak van a csontos része, a gerinc, a csülök, a körömfarok, még színhús természetesen.
hagyma, só, paprika, egy kis őrült bors, még egy kis pár kárász paprika van a tetején. Hosszú évek óta hagyomány a falunapon a motoros találkozó is, bár ennek az apropóját egy szomorú esemény adta. Sajnos pont egy olyan úrról van elnevezve, aki a legelső motoros találkozó egyikén, talán a harmadikon egy bátaszéki motoros csoport jött Bogyiszlóra, és főztek is ők egy birka pörköltet, és valamiért hirtelen rosszul lett, és itt elhunyt. Balogh Mihály nevű úrról van, és meg elkértük a családtól azt a lehetőséget, megfelelő kegyeleti idő elteltével, hogy a Balogh Mihály motoros találkozót megrendezhessük, és ez a neve ennek a találkozónak most már, úgyhogy hát ő biztos a valahonnét figyeli ezt az eseményt, és örül, hogy még megrendezzük. Aztán van a néptáncos, népzenei blokkunk, az délután, az is egy tradíció, a főző, birka főzőben, az is egy tradíció, és hát most itt vannak a testvértelepüléseink, hát van négy is nekünk, hát van egy délvidéken Törökfalu, aztán Schlitz Németországban, és kettő is van Erdélyben, Csík-Csicsó és Csernáton, az ők delegációik is itt vannak, és hát részt vesznek a programjainkon. A Schlitz az egy kimondottan néptánc alapú kapcsolat. Ott a CIOF az egy világszervezete a hagyományőrző tánccsoportoknak. Annak az egyik vezető települése a Schlitz Nyugat-Európában, és két évente óriási néptáncfesztivált rendeznek, és hát amikor még ment a Duna Menti Folklore Fesztivál, akkor a Bogyiszló, mint egy ilyen állandó szereplő, mindig ott volt Schlitzben. Ez egy 40 éves, még a testvértelepülési egyezményünk előtti kapcsolatrendszer, ami már meglévő családi barátságokon alapult. A délvidéki az foci alapú, ott a foci csapatok még a Tito idején mindig kiártak, és az már egy félig nyugat volt, Jugoszlávia, és ott lehet jó szuper farmerokat venni, és azok a kapcsolatok még azon nyugvóan épültek. Az Erdély, az pedig az erdélyi, hát vagy a romániai idézőjelbe forradalom, mert csak egy ilyen belső pucsnak tekintik ők, azután jött létre. Itt tanított egy csicsói származású tanítónéni az iskolában. Ő általa az iskola, az egy iskola alapú. Ma is egy diákcsere kapcsolatrendszer működik, amit most nagyon preferál a Nemzetpolitikai Államtitkárság, tehát az egy olyan alapot. Csernáton pedig az meg ilyen közgyűjteményi alapot. Ott van egy csodálatos helytörténeti múzeum. A háromnapos rendezvényen mindenki megtalálhatta a maga számára legvonzóbb programot. Az esemény zárásaként utcabá várta a mulatozni vágyó lakosokat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!